A Békeparkban lévő 1956-os emlékműnél gyűjtek össze bajtársaikra emlékezve az 1945 és 56 közötti magyar politikai elítéltek közössége és a Politikai Foglyok Szövetsége tagjai. Itt Bereznai Csaba alpolgármester mondott beszélbe. Abban a korszakban, az 50-es években, akik akkor éltek, itt dolgoztak, ők nyilván jól emlékeznek erre, viszont hát utána 30 évig, meg akkor is igazából tilos volt erről beszélni, hogy itt politikai elítéltek építették Újvárosnak egy részét, a bányában ők is dolgoztak. Nyilván abban a korban nem lehetett erről beszélni, így nagyon keveset tudnak erről általában a tatabányai emberek. A szüleink nekünk nem adták tovább ezeket az információkat, pontosan az akkori diktatórikus rendszer miatt még otthon sem nagyon mertek erről beszélni, ezért fontos az, hogy a rendszerváltás óta lehet erről, és szerintem kell is beszélnünk. Budapesten születtem, Budapesten éltem, most elköltöztem vidékre, de a hazám egész Magyarország, úgyhogy mindenhol jól értem magam, ugyanúgy Tatabányán is, pedig nagyon sok kellemetlen emléke van az embernek, de az ember a kellemetlen emlékeket igyekszik elfelejteni, és csak a szépre meg a jóra próbál visszagondolni. Általában 8-900-an dolgoztunk, de ugye az állandóan fluktuált, az egyik része szabadult, vagy börtön, más átelepített, de kb. 8-900-an voltak az állandó létszáma a tábornak. Időben rájöttek a civilek is, hogy ezek az emberek, akiket odahoztak, azok ugyanúgy a munkás emberek, diákok, fiatalok, egyetemisták, főiskolát, mérnökök, tanárok, papok, a legkülönbözőbb korosztály, vagy a legkülönbözőbb emberi csoport volt együttvéve. Aztán rájöttek, hogy ezek nem ellenségek, hanem emberek, akiket a Rákosi diktatúra korszaka börtönbe ítélt, mindegy, hogy valós vagy valótlan bűnök miatt, mert akkoriban nagyon sok volt a mesterségesen produkált bűnök. Persze a mi esetünkben, speciál az én esetemben valóságos bűn volt a háttér, de mi valóban fegyveres szervezkedést kezdtük 51-ben már, és 53-ban tartóztattak le. A rabságom ide az össze-vissza 4 év, 4 hónap, 4 nap volt, abból kb. 3 évet voltam Tatabányán a bányában, és illetve innen átvittek aztán Csolnokra, mert ezt megszüntették, és Csolnokra szabadultak a forradalmi bizottság keretén belül.